Tiszteletel és szeretettel köszöntöm a mai zentábor összes lakóját, és templomunk bent lakóit is. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban egybegyűltünk. És a bevezetőben a zennek egy nagyon-nagyon érdekes vonásáról szeretnék beszélni. A legérdekesebb az nem szóba fogható. Ha egy valamit meg tudnál változtatni az életedben, de teljesen, akkor ez mi lenne? Hogyha megnézed az életkor szerint adott válaszokat, hogy 5, 10, 15, 20, 25 éves korodban milyen válaszokat adnál erre, nagyon eltérőek. Egy teljesen felnőtt válasz nem valami külsővel kezdi. Amikor már felnőttebbek vagyunk, akkor Belül szeretnénk a változtatást, nagyon sokszor egy-egy tulajdonságunkban. Mikor leszel tényleg felnőtt? Meddig hivatkozol a gyerekkorodra? Ez a két kérdés összefügg. Ameddig a gyerekkorodban keresed a karmádnak az okát, addig gyerek is maradsz. Amikor teljesen felnősz, akkor már integráltad ezt a személyiségedbe, tisztán látod, ha kell kiüresíted, ha kell transformálod ezt a karmát és megfelelően felnőtt módon működsz, mert rálátsz, és ezért bizonyos mértékig uralod. Teljesen sosem fogod ebben a hitben ne ringasd magad, de épp eléggé uralhatod ahhoz, hogy megfelelő irányba menj. Ez az egyetlen dolog, hogyha belül elérhető, mi lenne? És nyilvánvaló, hogy ebben a teremben azt mondjuk, hogy ez a felébredés. Ez az, ami mindent megvilágosít, mindent megvilágít, és ezért minden karmát láthatóvá, tudatossá tesz. Mindannyian meditáltatok már legalább másfél napot. Van, aki többet, van, aki másfél évet, másfél évtizedet, de teljesen mindegy, hogy hány évet meditáltál, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Mi történik egy tiszta pillanatban? Amikor teljesen tiszta a tükör, mindent úgy mutat, ahogy van. A meditációban olyan instrukciókat hallasz, hogy hogyan maradj itt és most. Közben az elméd, a választó tudatod, az emlékezeted teljesen más csinál. Állandóan koncepciókat gyárt, kivetít, ragaszkodik, akar, visszamegy a múltba, onnan hoz ide dolgokat, emlékeket. A legborzasztóbb, amikor a saját ítéletalkotó tudatoddal szembesülsz. Abból kivenni a duális karmát, abból kivenni a szokás hatalmát nagyon nagy dolog. Ezért is vagyunk itt, és a tábor az olyan, mint a borkóstoló. Tehát egy kis gyűszőnyi, egy férdecis borkóstoló a zenből. És amikor ez a tiszta tudat tényleg beindul, akkor a karma tudatosodik, a látás által a helyére kerül, és utána pedig szépen visszasüllyed a tudattalamba egy más nyugodt állapotban. Miért jött a felszínre az, ami megjelent belül? Mert rendezetlen. Mert nagyon jó, vagy nagyon rossz. Nagyon te vagy, vagy nagyon más. És minden, ami erőteljes, duális tartalommal telített, az a tudatküszöb alól, vagy nagyritkán a tudatküszöb fölött téged olyan irányba visz, amiben nagyritkán akarsz csak menni. Nagyon ritkán vagyunk elégedettek magunkkal. Nagyon ritkán vagyunk elégedettek az életünkkel. Ha a helyes irányt fel tudjuk venni, az azt jelenti, hogy a tudattalan már nem annyira dobál jobbra-balra, és már nem annyira fedett a látásunk, már nem annyira hisszük el az elme működését, sem a gondolati, sem az érzelmi síkon. Tehát, ha egyet tehetsz akkor tedd azt, hogy feljebb ébredsz, hogy jobban látsz, kívül, belül, magadat, mást. Embert, állatot, növényt, érzékszervit, érzékszer fölöttit. A törvény ugyanaz a láthatóban és a láthatatlanban is. De a működés nagyon más testben és testen kívül. Mehetsz gyalog Esztergomba, és felszállhatsz egy járműre is. Nagyon más a két élmény. Ha nagyon nehéz az életed, akkor már föltetted magadnak a kérdést, miért vettük fel ezt a testet? Az első pár év lehet, hogy jó. Utána következnek a felelősség teljesebb évek, és utána elkerülhetetlenül megöregszünk és meghalunk, és nincs olyan ember ebben a szobában, aki ne szenvedett volna valaha. És jó a szeretet, a boldogság, a megelégedettség, a jólét, ezek mind szépek és jók. Dolgozunk is értük eleget. De valójában hová fog ez az egész kijutni? Különösen úgy, ha tudod, érzed, esetleg tapasztaltad, hogy nem egyszer csináljuk ezt a Földön. Többször tesszük ezt. Többször születünk és halunk meg. Ezt nem várom el, hogy bárki elhiggye, sőt, én azt szeretném, hogyha ne a szavaimnak hinne, hanem a saját tapasztalatának hinne mindenki. De ha tényleg így van, akkor mi ennek az egésznek az iránya, az értelme és a helyes működése? És azt hiszem, hogy ez az a perspektíva, ahonnan már a felébredettebb, világosabb tudatot nem lehet nélkülözni. Tehát ha nem élünk minőségi, tiszta tudatú életet, akkor állandóan szenvedünk és szenvedtetünk. Életeken, korszakokon, kalpákon keresztül. Ezt így nem érdemes. És nézd meg, az ember ösztönösen egy boldogságkereső és egy szenvedés kerülő lény, hogy a növények nagyon nagy része fototróp, tehát ugye az ég felé tör a lombjával, a levelével és a földbe a gyökerével. Hogyan érhetjük el mindezt mi emberek olyan komplex entitásként, hogy tudunk valami örökről, állandóról, nem mozdulóról, de ha befelé nézel, csak változót, csak mulandót, csak tökéletlen találsz. És a buthának a hatalmas tanítása az volt, hogy az énben nincs butha, nincs megvilágosodott. Ahhoz az én keletkezése elé kell visszatérni, a látóhoz kell visszatérni, az eredethez kell visszatérni, hogy meglásd azt, ami lát, hogy tapasztald meg azt, ami hall, gondolkodik, érez, és végül azt mondja, hogy én. Akkor veszítettük el a mennyei fűvészkerti tagságinkat, amikor kimondtuk, hogy én. Ezt nem lehet visszagyömöszölni a tudatlanság palackjába. Amikor elkezdtük megkülönböztetni magunkat a környezetünkről és egymástól, akkor kialakítottuk az önképet, milyen messze van az önkép az önvalótól? Minél messzebb van, annál többet szenvedsz és szenvedtetsz. Minél közelebb van, annál inkább úgy látod a világot, ahogy van, magadat, ahogy vagy, és a másik embert is helyesen. Tehát az önkép és az önvaló közti távolságot, az illúzió és a valóság közötti távolságot kellene legalább egy picit rövidíteni, vagy uram, eltörölni, és amikor az önképed és az önvaló átfedést mutat, amikor a világ működése és a te elképzelésed átfedést mutat, akkor érkeztél el a darmához. Szó szóval szerint azt jelenti, hogy törvény, működés. Az úton ne akarj valamit görcsösen elérni. Elég az, hogyha megszabadulsz a téves nézetektől, a fixa ideáktól, az abszolút értékűnek kikiáltott kijelentésektől, a duális illúzióktól, és ezáltal a kapcsiságtól és a haragtól. Ez bőven elég. És akkor a tükör, amely mindig is ott volt, csak nem láttad a karmád rétegei alatt, ismét fényesen, világosan megmutatja önmagát. Ez az a tapasztalat, amikor a vízcsepp visszatér az óceánba. És az óceánnál válik. Ez mindannyiunk lehetőségei közé tartozik, ezt hívjuk buddha természetnek, vagy a felébredés lehetőségének. Tehát ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor meg is tudod tapasztalni igazi önvalódat. Ez nagyon világos, csak az út, az odavezető út sokunk számára rejtett. Ez az út egyetlen kérdéssel kezdődik. Mi vagyok? Vagy mi ez? Honnan jön az az avatár, az a személy, akit én magamnak mondok? Miért pont ezt a szerepet vettem fel? Miért pont ezt a testet vettem fel? Mindezen kérdése sok-sok ezer kérdés egyetlen kérdésé tud válni. Mi ez. Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, és végül kimondja azt, hogy én. Innentől kezdve ti jöttök. Kinek van kérdése az zennel, az úttal, a gyakorlattal kapcsolatban. Szóval én most múltam el 30 éves tavasszal, és felismertem azt, hogy nagyon sokat mozizok, nagyon sokat vagyok a fejembe, tele van a fejem illúziókkal, és emellett gyakran vagyok kritikus másokkal, és magammal szemben is. Félikben megkaptam a választ, de megkérdezem így face to face, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a szituációkat annak lássam, ami az emberi kapcsolatokat annak lássam, ami, és így egy mélységesebb mélyebb életet élhessek, egy teljesebb életet a felszínesség helyett. Milyen színű ez a bot? Faszínű. Milyen színű ez a bot? A színskálával válaszolj. Barna, világos Helyes. barna. Mit kellett ahhoz tenni, hogy ezt a botot barnának lásd? Rápillantottam. Igen? És felismertem, hogy barna színe van. Helyes. Mi az, ami ezt meggátolhatja benned? Az érzelmem mondjuk, hogy amit érzek, másmilyen lesz a barna, lehet sötétebb, világosabb. Ha az elme szűri a valóságot, vagy előfeltevésekkel él, reményekkel és félelmekkel él, akkor nem látja ugye a világot, ahogy van. Tehát ha valakinek az a fixa ideája, hogy egy bot csak zöld lehet, akkor nehezen fogja felismerni, hogy ez barna, mert nem elég nyitott rá. Az érzelmi és gondolati szűrők ugyanezek. Megkérdezted, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy helyesen lásd a világot és önmagadat. A válasz az, hogy semmit nem kell tenni, mozdulni, elérni kívül, de meg kell állítani az elme mozgását, projekcióit és szűrőmechanizmusát belül. Tehát érd el a nem mozdulót, a nem cselekvőt, a nem megnyilvánulót, mert az eredetileg tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez nem folyamatos gátlásépítés. Ez inkább látás és a látás által megszerezhető önuralom. Ha uralkodsz magadon, akkor uralkodsz az életeden is. És akkor nem követsz el olyan hibákat, amelyek például érzelmekhez kötődnek. Az volt az első, amit mondtál. Ott van a házi feladat. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tanítómesterről szeretnék kérdezni, hogy elérkezett az a pillanat az életemben, hogy nagyon sok tudást kaptam, joga filozófiát tanultam, és vágyom arra, hogy legyen egy tanítómesterem, aki megfogja a kezem is vezet. És itt a leborulásnál is, hogy a dharma, a mester, a tanító és a szanga hármasságát tanultuk, és hogy hogy ismerem fel azt a tanítómestert, aki, akit az ég nekem küldött, aki, aki tud Onnan segíteni. ismered föl, hogy nem fogja meg a kezed, és nem vezet. Hanem kinyitja a szemedet, és megmutatja, hogy már eddig is láttál. Kinyitja a füledet, és kiderül, hogy már eddig is hallottál, és helyes irányt mutat, amit követhetsz, de nem mondja, hogy kövesd. Innentől kezdve a személyes karma az lefordítódik a darma gyakorlatára. Nem a kérdésedet, vagy uram, téged illet kritikával, amikor azt mondom, hogy a kelet-európai csoportkarma nagyon keresi az atya figurát, vagy az anya figurát, aki pontosan azt teszi, akit te nagyon-nagyon jól és őszinte szívvel keresel. Megfogja a kezünket és vezet minket. Csak hogy ezáltal újra gyermekek, önállótlanok, felelősségünktől és szabadságunktól egyaránt megfosztott emberek lennénk. Találsz-e olyan tanítót, akinek a személyében, tudásában meg tudsz bízni? Ez az első. És ha van ilyen, akkor tégy fel neki olyan kérdést, ami tényleg belülről jön, ne teszteld, az elektronikát szoktuk tesztelni, az emberekkel pedig beszélgetünk. Innentől kezdve kiderül, hogy a viszont kérdései az iránymutatásai azok neked szólnak-e, vagy sem? Ha kapsz az érdemi kérdésedre érdemi választ, ha úgy érzed, hogy tudnál és szeretnél tőle tanulni, akkor légy a tanítványa. De hogyha elveszi az önállóságodat azzal, hogy túlságosan jó válaszokat ad, ha úgy tűnik, hogy helyetted megoldja a problémát, akkor lépj egy lépést hátra és nézd meg még egyszer. Az önállósodás, az autonómia, a felébredés tanítása, ez a három fogalom gyakorlatilag ugyanaz, csak eltérő szinten. Nagyon sokan szeretnének készen kapott válaszokat a kérdéseikre. Az utat akkor kezded el igazán, amikor rájössz, hogy ahonnan a kérdés jött, onnan jön a válasz is. Csak még nem tapasztaltad. Egy jó tanító ide vezet téged az alfa és az omega keletkezési helyére, amely ugyanaz a pont. Nincsenek kívülről kapott százszázalékos válaszok. Nincsenek abszolút értékű tanítások. Nincsenek tökéletes tanítók. És ha ezt így belül meg tudod emészteni és el tudod fogadni, akkor tényleg alkalmas vagy a tanítvánságra, mert nem az elvárásaidon, reményeiden és félelmeiden keresztül közelíted meg a tant és a tanítót, hanem a tényleges kérdéseiden és problémáidon keresztül. Tedd fel a kérdést, azt a lényegi problematikus kérdést a tanítódnak, vagy a tanító jelöltnek, akivel szeretnél együttműködni, és nézd meg, hogy milyen választ kapsz. Követhető-e? Mivé válsz, hogyha követed az útját annak a válasznak? És ne csak az intellektussal dönts, nem az a típus vagy egyébként, de ne csak a szíveddel dönts, mert inkább az a probléma. A teljes lényeddel dönts, és akkor megszületik az odaadás, a lojalitás, az önzetlen segítség mind a két oldalról. Itt volt szó mindenféle érzelemről, kapcsiságtól kezdve reményi? Hát nagyon kevés érzelemről volt még szó, hidd el, de mondjad. Az érzelmi skálán egyre kevésbé mozgok mind negatív, mind pozitív irányban. És jó ez neked? És nem tudom, hogy jó ez nekem. Nem fontos, hogy neked jó-e vagy sem, de a partnerednek, a szerelmednek, a hitvesednek jó vagy sem? Sem. Akkor viszont mozogni kell. Az, hogy nekünk a világélményünk milyen, nagyjából az én élményünktől függ, és ez egy idő után unalmassá válik teljesen egészséges módon. Egy idő után a másik ember válik fontossá, akivel megosztod az életedet, az örömöt, a bánatot, és ilyenkor mozogni kell. Van a színházban, a stúdióban egy tükörgyakorlat, egymással szemben felállnak a növendékek, az egyik a vezető, a másik a követő. És egy képzeletbeli üvegtáblára rajzolnak két oldalról. Aki vezet, az rajzolja a figurát, és aki követi, annak teljes testtartásával, mozgásával kell követnie, mint hogyha az üvegtábla, képzeletbeli üvegtábla másik oldalára ugyanazt az ábrát kellene rajzolnia. És kiderül, hogy ha elkezdesz gondolkodni, akkor lehetetlen. Lehetetlen jól vezetni is, és lehetetlen jól követni is. Valamiféle közös tudat vagy tér kell ahhoz, hogy együtt tudj mozdulni a másikkal. Érzelmileg is, és utána gondolatilag is. És ez az a mélységes szinkronélmény, ami számít. Az, hogy mozdulsz vagy nem mozdulsz, te magad, az apróság. A mozdulatlansággal, vagy a szótlansággal, vagy a reakciótlansággal mit hozol létre a másikban? Az érzelmeiddel, a gondolataiddal, a szavaiddal, a cselekedeteiddel mit hozol létre a másikban? Ha mozdul a tudat, mi az eredmény? Ha nem mozdul a tudat, mi az eredmény? Ezt kell pillanatról pillanatra jól látni. És ez végképp nem kapcsolatfüggést fog eredményezni, hanem egy olyan szinergiát, egy olyan láthatatlan tangót, amit teljes örömmel és odaadással és alázattal lehet járni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Egy egyszerűnek tűnő kérdés. Mit tudok tenni az ön elfogadásért és önszeretetért? Az elfogadással nincs probléma, ha nem az önt akarod elfogadni, hanem azt a karmát, amit viszel. Az önszeretettel sokkal nagyobb probléma van, azt bízzuk egy másik lényre. Egy kutyára, egy partnerra, egy hitvesre, gyerekekre, szülőkre, barátokra, és előbb-utóbb az ellenségekre. Ők szeressenek inkább minket, nem is mi saját magunkat. Sokkal jobb. Hidd el, reálisabb. Azt szeretném kérdezni, hogy Ellenkező nemű szülő esetén, hogyha azt tapasztalom, hogy a kapcsolódásunk szinte erősebb, mint mondjuk a szüleim között, akkor ezt hogyan tudom jól kezelni? Mert nekem is, és úgy érzem, ez mindenkinek kellemetlen. Én őszintén beszéltem erről az édesapámmal, és ő nem úgy érzi, éli meg, mint én, és nem tudom helyesen kezelni ezt, és szeretném, tehát a szeretet nyelvén, de úgy helyre tenni ezt, hogy helyén kezeljük a... Itt van egy kulcsmondat. Akár melyiketök fogja föl, ugye erősebbnek vagy gyengébbnek ezt a kapcsolatot. Apa, itt a barátom, Józsi. Kérlek, fogadd el őt. És ha Józsi tényleg komolyan gondolja, akkor ott helyben megkéri a kezedet volt már pár Józsi, és az édesapám ezeket szeretettel fogadta. Úgy éreztem, hogy ő el tudja fogadni majd Józsit. Per pillanat nincsen Józsi, de, de hogy ezen úgy érzem, hogy ez működik, ez a rész. Működik? Eddig de akkor szeretett... miért nem maradt meg Józsi azon az orbitális pályán, amely mondjuk az apai érzelmeket szabályozza a lánya felé. Mert mondjuk azért fiúk és férfiak, ezt ugye tudjuk, hogy az anyai viszonylatban ugyanez, amíg neked nincs egy nagyon tartós, prezentálható barátnőd vagy feleséged, addig anyuka az elég, elég erőteljesen dominál. Ezt tudjuk. Tehát? Általában én. Miért én. nincs Józsi? Ezt mondd meg nekem. Mert még nem mertem Sokkal elköteleződni. Közelem. Nem mertél köteleződni? vagy a pár, vagy az aktuális párom. Nem. Tehát nem alakult úgy. Alakítsd. De ez az édesapámmal való visszanyomat fogja rendezni? Teljesen. Már amennyiben édes apád nem akarja kiirtani Józsit mellőle. De ez nagyon fontos, hogy a király, a királylány apukája a vőjelöltet próbára teszi, és ugye legalább három sárkányfejet vissza kell hozni az erdőből, ugye? Tudtam, hogy valami lesz ebből. És hogyha ez nincs, vagy közömbös Józsi iránt apuka, vagy pedig Józsi fejét vágja le, és nem fogadja el a három sárkány fejet, akkor biztos, hogy baj van. Tehát a család egyensúlya az nagyon-nagyon fontos. És a generációk csak úgy tudnak egymásra épülni, hogy a párkapcsolatok így horizontálisan, szépen kiegészülne. Tehát anya, apa, nagypapa, nagymama, fiú és meny, lány és vő, stb. stb. Ha ezek szimmetrikusak, akkor a szülők nagyon jól látják, hogy az adott kötés mennyire erős. És ki a legfontosabb mondjuk a lányom számára? A férje. Vagy éppen a tartós barátja. Ez így lesz. Ezt el kell tudniuk fogadni. Jó, közben átgondoltam, értem, köszönöm. Mert nekem apukám mindig azt mondta, hogy csak vigyék. Tehát hogy már úgy van vele, hogy, hogy ő szeretné, hogy jöjjön Józsi. De, de, valószínűleg akkor azért nem történt meg, mert én nem álltam olyan, olyan Józsi valoda. Valószínű. Nem akarom túl bonyolítani a szűrőmechanizmusokat, hogy az ember hogyan szűrje kapcsolatait, én csak azt kell, hogy jöjjön a megfelelő Józsi. Rendben van? ennek a kérdésnek az ellentétére váltanék fiú-apa viszony, tehát az én édesapámról nyilvánvalóan szó, egész életében nagyon büszke voltam arra, hogy nincs megoldatlan viszonyom egyik korábbi kapcsolatomban sem, meg emberi viszonyban, kivéve a pont édesapámat. És ez odáig jutott, hogy én azt szeretném megkérdezni, hogy meg lehet-e szakítani egy ilyen kapcsolatot, vagy ez túl mély ahhoz, hogy egyszerűen véget vessen az ember ennek mert, mert egyszerűen azt érzem, hogy ez az a kapcsolat, ami mindig is a, a negatívat hozta ki, és, és leépítő vagy nem pedig építő. Vissza tudunk menni az anyám mégbe? Minden bizonyja van rá mód. Akkor anyukával is probléma van. Értek ezzel a regressziót és hasonlókat? Fizikailag nyilvánvalóan nem. akkor az apaság tényét se lehet fölülírni, azért az azon a boldog éjszakán te megfogantál, megszülettél, és akkor szerencsére két szülőd van. Nem lehet úgy tenni, mintha az a viszony nem létezne, de a tartalmát te adod meg. Egyre följebb nősz, apuka egyre inkább öregszik. Amennyire kemény ezt kimondani, olyannyira együttérzéssel kell kezelni a tényt, hogy az idő neked dolgozik. Ez óriási felelősség, mert előbb-utóbb te fogod definiálni a kapcsolatot, te leszel az erős, ő lesz a gyengébb. Gyerekkorban ez nem így van, akkor te vagy a gyenge, ő az erős. Innentől kezdve óriási a felelősség, hogy hányszor hívod föl, hogy ne csak születésnap, meg karácsony, meg húsvét legyen a családi találkozás, és a múltat úgy tudod megtisztítani, hogy valójában a jelenre koncentrálsz. Nem kell a múltba állandóan visszacsángálni és valamit ott mókolni, és utána pedig visszajönni ide a jól vagy rosszul végzett munkatudatában. Ezt a jelen pillanatot kell tisztán tartani, és az automatikusan felhoz minden olyan problémát, amely még releváns, amely még nincs megoldva. És inkább a közös jelenlétre van szükség egy idő után, hogy esetleg tudjatok közösen hallgatni egy pohár bor mellett, vagy közösen megcsinálni valamit, elromlott, és akkor egy csavarhúzó, egy kombinát fogó, és dolgoztok rajta semmint állandóan a múltba visszamenni, és ott nem engedni elmúlni a dolgokat. Ha nem engeded a múltat tényleg elmúlni, akkor ez megmérgezi a jelent, és ellehetetleníti a jövőt. Ez az egyetlen egy baj a múltba való visszatévedéssel. Ne ragaszkodjunk a fixa ideáinkhoz, ne akarjuk a lehetetlent, ne ellenőrizzük a másikat, és ne aggodalmaskodjunk, és ne vetítsünk rá semmit. Ez az öt alapszabály. Ha ez megvan, akkor a tudat relatíve tisztán tud maradni. És mindig az adott pillanatban, most mi a helyzet, milyen helyzetben vagyunk, mondjuk apámmal, vagy az egész családdal, mi a helyes kapcsolat, és mi a teendő, vagy helyes működés. Erre koncentrálj, és akkor a viszony rendeződni tud rajtad múlik. Egyre inkább rajtad múlik. Engem az érdekelne legfőképpen, hogy, hogyha a párom és én olyan családból származunk mind hogy a családjaink teljesen ellentétes, mentalitásúak, nézeteik, a hitvallásuk, minden ellentétes, és engem rettenetesen zavar, tehát nekem nagyon fárasztó lenni az ő családi körükben. Akkor ezt van-e jövője így egy kapcsolatnak, vagy, vagy meg lehet ezt valahogy oldani, vagy, ez mindenféleképpen kárhozatra van ítélve. Hát én először egy családi olvasó délutánt javasolnék, amelyben így jelenetenként felolvassuk a Rómeó és Júliát. Ebben olyan Jó. mélységes mintázatok vannak, Shakespearenek legyen hála, és a bedolgozó munkatársainak, hogy kimutatjátok egymásnak az összes olyan lehetőséget, amely felé nem szeretnétek kifuttatni a kapcsolatot főleg negyedik felvonás, az már nagyon szomorú. Tehát az, már. az a fontos, hogy te és a párod tökéletesen értsétek, támogassátok, szeressétek egymást. És ha ez megvan, akkor a család felé azt lehet kommunikálni, hogy legyetek szívesek nem meggyilkolni, megmérgezni, eltorzítani a kapcsolatunkat, hanem segítsétek azt, ha hallgatással akkor úgy, ha távolmaradással akkor úgy, és mi megígérjük, hogy nagyon jó pár leszünk, ha ti ehhez nem nyúltok hozzá, ha nem szóltok bele. De ha nem, akkor viszont nagyon távoli lesz ez a kapcsolat. Nem te tettetjük azt, hogy megszűnt, vagy nincs, hanem csak nagyon-nagyon távoli lesz, mert ti nem vagytok hajlandók megérteni minket. Mi szeretnénk veletek így családban együtt élni, örömben és jóban együtt lenni, egymás segíteni, de ha az elvárások, ítéletalkotások, egyebek ezt megóhajtják mérgezni, akkor ebben mi nem veszünk részt. Döntsétek el. Nekem volna egy olyan kérdésem, részben már kaptam válaszokat, hogyha jelenlegi párom nem tudja elfogadni a nyolc éves gyerekemet, egyre inkább úgy néz ki, hogy nincs közös cél és út, hogyan lehet úgy megoldani, kiszállni, hogy új karmát ne teremtsünk, ne hozzunk létre. Jól értem, hogy a nyolc éves gyerekben neki vérségi része nem volt. Nem. Bolzásztan nem szeretem, amit most mondok, hogy minél többet egy térben lenni úgy, hogy nincs harc, és nincs rivalizáció, és nincs az, amitől szoktunk félni, hogy egymásra vagyunk utalva, összekötöttük az életünket, és nincs egyetértés, és állandó forrás van, állandó konfliktus van. Nem költöztünk össze, igen? Tehát én külön nevelem a nyolc éves fiamat, és őnek is megvan a külön élete. Van neki gyereke? Hát egy 22 éves lány. Mi a probléma a fiad és a partnered között? Egy évig nem volt a probléma. Egy év után derült ki, hogy ő nem akar már kisgyerekekkel foglalkozni, együtt élni. Tehát nem akar együtt élni a fiaddal? Így van. De veled igen? Úgy gondolja rendezvú, fehér asztal, vörösbor, bor, fény. A tetőponton, egy másik asztaltól, amit a kedvesed épp akkor nem látott, amikor az érzelemek ott a tetőfokra hágnak, akkor áthívod oda a fiadat és leülteted közétek. És ilyenkor nem kell semmit kérni, csak mondom, a közös tér, közös jelenlét szokja meg. Az emberi kapcsolatok sose lesznek tökéletesek, sose lesznek olyanok, amiket pont szeretnénk, de van valami, ami az összes ilyen elvárást, meghiúsulást, csalódást meg tudja haladni, elcsépett szóval ez a szeretet. Ha nincs akkor a szeretet, hogy feltétel nélkülivé váljon egy adott pillanatban, mert ezek a pillanatok gyönyörűek és vannak, akkor az egész kapcsolat egy ilyen nagyon hideg, fogaskerékszerű együttműködés, ami néha recseg. Szerete téged annyira a párod most, hogy a fiaddal is megbékéljen? Ez a kérdés. Ezt megfelelő módon föl kell neki tenni. Köszönöm. Szívesen. Az énekekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy énekeltünk kóreaiul, és énekeltünk szanszkritul is, és amikor szanszkritul énekeltünk, akkor ugye énekeltünk Vishnu, Rudra, Indriya, tehát sok minden. Hát a teljes panteon nevét, nem kihagyjunk valakit, hát Na, fejünkre omlik kérdezni, a háztető. Akkor a védikus hagyomány most akkor itt tovább Vívődik, vagy... Védikus, meg a Mahajána, hát az összes bóthiszatva és istenség egymásra mosolyog. Gyakorlatilag a címke különböző csak, de az Advaita Védánta és a Mahajána buddhizmus hát olyan mértékben átfedést mutat, hogy hihetetlen, nagyon komoly. Azért a magyart ne hagyjuk ki, mert magyar nyelven is éneklünk mink. Nem is keveset. A szívszútrát lefordítottuk, azt az anyanyelven kell. Tehát itt nincs nagy rejtély, hogyha megnézed a nagy együttérzés Dáranit, az eredeti Siddham Sanskritot, amit itt láthatsz belefaragva a táblába, lefordítva az énekes könyv végén, olyan minőségek vannak, hogy egy nagyon komoly jogini ráismert a nagy együttérzés Dárani közepén a síva mantrára. A kék nyakú eredetileg az ő volt. Most is ő. És akkor a tudor utána néz, hogy hát hogy lett ebből egy mahajána központi mantra, tehát nincs olyan mahajána ország. Indokinától Japánig, Tibeten által a nagy együttérzés dárani, a nilakanta dárani ne szerepelnek központi helyen. És a kutatás eredménye az volt, hogy amikor a buddhizmus már tényleg elterjedt Indiában, és találkozott a hinduizmussal, pervédántával, akkor mindent az együttérzés szempontjából és szemszögéből nézett. Hogy minden a valókítésvara emanációja és inkarnációja. Tehát az a mantra kapott egy együttérzés nézőpontot, és úgy, ahogy azt az előtt talán több ezer évig recitálták, maradt. Csak az együttérzés szolgálatába állt például a sivai minőség, amely magas szinten a megszabadulás, Közepes szinten a megtisztulás, megigazulás, alacsonyabb szinten a vesztesség, és a legalacsonyabb szinten a pusztulás. Nézd meg ezt a skálát, hogy éld meg a dolgok, a jelenségek, a kapcsolatok eltűnését az életedből. Van, aki megtisztulásként éli meg, van, aki veszteségként, van, aki megszabadulásként, van, aki pedig pusztulásként. Azonosulás függő az egész. Ezt lehet az együttérzés szolgálatába állítani, de kell a nézőpont, a helyes nézőpont, és mivel a buddha nagyon a vigyát, a látást tanította, ez nem volt nehéz, főleg a első pár évszázadban. Nagyon friss volt a tan, és nagyon osztatlan. Aztán jöttek a zsinatok, és jött a mahajána hinajának közti természetes szétválás, meg az egyéb adaptációk a helyi kultúrákban. Úgyhogy bőven van átfedés. Bőven. És legyen is. Szeretjük a szinergiákat. Helyes. Én azt szeretném kérdezni, hogy egy kezdő gyakorló otthon, mivel hogy elég távol van csak ilyen gyakorló közösség, mit gyakoroljon naponta, hogy mégis amit itt tanultunk, ne vesszen karma? Nagyon jó. Leborulás legalább háromszor reggel, utána három rövid szútra, amit reggel este éneklünk, szívszútra koreaiul, szívszútra magyarul, nagy együttérzés dárani, és utána olyan 20-30 perc ülés, inkább 30. Köszönöm. Három, három, három. És ez egy ilyen kis zen egységcsomag. Jó? Köszönöm szépen. Jó? Szívesen. És az esti gyakorlat végén a négy bóthiszatva fogadalmat még oda tűzöd, és azzal ajánlottad föl az aznapi összes gyakorlatot, tevékenységet, munkát minden lény javára nagyon más úgy a nap vége, hogy felajánlod az összes lénynek, legyen az testben vagy testen kívül. Nagyon komoly. Jó? Köszönöm szépen. szívesen. Én arra lennék kíváncsi, ez így most elég aktuális, hogy uh, működhet-e a test úgy meditáció közben, mint mondjuk egy gondolat, hogy akadályozza a meditációt, mert amióta itt vagyok és próbálkozom, olyan szintű hátfájásom van, hogy semmi másra nem tudok koncentrálni közben, csak a hátamra. És, uh, ezen gondolkoztam, hogy lehet ez valamilyen karma maradvány, ami így feljön. Az. Önmagában a test az nem csinál semmit, azt csinálja, amit a lélek parancsol neki. Főleg tudat alatt. Tehát a két lapocka közti terület, ez a szívcsakra hátsó kiárata, például a tudattalanodba gyömöszölt érzelmek ott óhajtanak távozni, mint hogy itt ez a kis pontocska tarkó közepén, ez a kis dudor, ott pedig a gondolatok, az a homlokcsakra hátsó kijárata. Tehát amikor ez a tisztulás beindul, akkor ott kérem szépen sorbanállás, torlódás van egy kis személyes fekete péntek ott hátul, úgyhogy engedd el szépen ezt, és ezért a leborulás egy elképesztően jó gyakorlat, és szoros másodikként ott van a mantra praxis, és ahogy ez beindul, úgy indul a tisztulás is. Nem a test az akadály, soha. Hát jogázol, hát pontosan tudod, Hogyha az elme megfelelő állapotban van, magyarul nem gondolkodik, nem dualizál, nem esik szét múltra, jelenre és jövőre, az ászanák így. Olyan haladást lehet elérni hetek, hónapok alatt, hogy hihetetlen. És aki jogászik, az tudja, hogy az ászanák közben olyan karmák jönnek, föl, hogy lesel a székről. Olyan gondolatok, érzelmek, meglátások, félelmek, remények, hogy a kitartott lélegzettel természetesen párosított pozíciók, ha jól meg vannak szerkesztve, és azért mind az astanga, mind a hatha joga mesterek eléggé ott vannak a szelen, hogyha a hagyomány a részei, több ezer éves tapasztalatra építhetünk így. Elképesztő. Tehát a karmád manifestálódik, a test az rendben van, mert nem vert senki se egy hatalmas rúddal hátba. Magyarul nem fizikai eredetű a fájdalom. A karmát szépen a tudatalanodból kitolta magát, és szomatizáltál valamit a pszichédből, és akkor megjelenik testben. És mihelyt a lelki eredete elmúlt, el fog múlni a tünet. És érdemes addig, amíg ez fennáll, meditálni? Nagyon. Vagy... Aha. Különben a szenvedés ellenére is folytatni kell, hogy semmi másra nem tudok koncentrálni, csak arra, akkor is csináljam. Folytasd, de ne pusztán arra koncentrálj, hanem a tantienre, amely elnyeli ezt az egészet és nem, hogy érdemes folytatni, kell. Most gondold el, hogy egy műtét közben a doktor így leáll, és azt mondja, hát nagyon véres, folytassam. Ha meghal a beteg, hogyha sokat kételkedik, doktor úr. Végig kell csinálni, az kész. Egy nagyon erős sebezhető résznek érzem ezt a gyermeke részt, aki általában szégyen mögé bújik, hogy ne kelljen felnőni, vagy szégyen érzett szadongászerű érzés, és hasonló, mint hogyha a légzést is ilyen érzés állítaná meg. Tehát én nincs egy belengedés, egy, egy, elengedés, egy elhinni, hogy én úgy tudok így lélegezni, de hogy ez a felütti vállással... Van valaki, aki megszégyenít téged? Volt. Már nincs? Nincs. Akkor honnan jön a szégyenérzet? Hozzám tartozik. Miért tartozik hozzád? De Miért azonosít. kötötted meg? Se... Azonosítom magam vele. Jó. Ez a bot és én. Most azonosak vagyunk, vagy különbözünk? Azonosak. Most már különbözünk. Tessék félretenni azt a nyomorult szégyenérzetet. Ha én a bottal meg tudom tenni, akkor te pedig ott a lélekben. Érj egy olyan állapotot, és ez a meditáció Ugye egyik nagyon komoly előnye, hogy látod a tudatban a jelenségek jövését és menését. Mindig szégyelled magad? Sokszor. Sokszor. De van, amikor nem? Van. Amikor az épp nem szégyellen magam állapota van, abból az hogy lesz egy szégyen teljes állapot? Figyeled az átmenetet? Most fogom majd. Örülök. Még jobb, amikor a szégyenérzet eltűnik akkor csak a kék ég, a zöld fák és a nyerítő lovak maradnak. Ebben az állapotban maradj meg, és úgy lásd a karmádat, hogy nem folytod el, és nem éled ki. Nem hívogatod, és nem taszítod. Ha megjelenik a szégyenérzet, nyugodtan legyen ott, de te már tudod, hogy azzal nem vagy azonos, csak nagyon-nagyon megszoktad. Nagyon meg lehet szokni a szenvedést ebből nem tudsz úgy kitörni, hogy szégyelled magad a szégyenérzet miatt, vagy félsz a félelmettől, vagy elrohansz az elrohanásod elől. Ez így nem megy. Szembe kell vele ülni, és megtapasztalni azt az állapotot, amikor nem felhős az ég, hanem kék. Ha tudod, hogy az ég mindig kék, akkor nem fogsz azonosulni a felhőkkel. Jó? Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ez a szégyenérzet mondjuk bennem is felmerült, és uh, én azzal társítom, hogy kudarc élmények, amikor úgy nyilván, máshogy nyilvánulok meg, mint ahogy szeretnék. Hogy ezzel mit tudok kezdeni, hogy, hogy ezért bántam utána magam, hogy miért viselkedtem így, ez nem is, nem ez volt bennem. Hogy, hogy ezt hogyan tudom úgy kezelni, hogy ezzel ne bántsam magam. Hogy a félelem és a szigor hogyan függ össze? Hogy félek az elutasítástól? Egyszer túl szigorú vagy magaddal, és ebből következik egy félelem. A félelmet megint szigorral akarod megfogni, és utána pedig kiderül, hogy nem működik, kicsúszik az egész a kezedből, és akkor megint félsz. Tehát ezek az úgynevezett Önmegerősítő visszacsatolások az egyik legnyilvánvalóbb a félelem, a harag és az agresszió. Nézd meg. Megijedsz valamitől vagy valakitől, feldühödsz, mert készülsz az önvédelemre, és a legjobb védekezés a támadás, már agressziót is követtél el. Onnan indult, hogy elkezdtél félni. Ugyanez van ezzel a szigorúsággal és a félelemmel. Mind a kettőt engedd el. Ezek nagyon össze vannak drótozva a lelkedben. És optimális feszültséggel Olyan, mint egy jól hangolt hangszer. Egy gitár, egy hegedű, vagy egy celló, amit pontosan úgy hangolsz föl, hogy a húr az azt a hangot adja ki, ami a dolga. Egy g-húr egy g-t adjon ki. És kész. Egy picit túlhúzod, már hamis. Elereszted, már leengedett, ugye, ahogy van, akkor is hamis. Tehát mikor tudsz a lelked hangszerén megfelelő módon játszani? Mikor engeded, hogy a lelked hangszerén a környezeted játszon? A kettő teljesen összefügg, és ezt nem ugyanúgy látjuk, hogy én nagyon jól tudom, hogy nekem mi kell és semmit akarok, de a világ állandóan félreért és rosszul közelít felém. Nem így van akkor te sem tudod, hogy neked mi jó, hogyha a világ állandóan félreért. Oké. Okay. Sajátos nevelésű, igényű gyerekekkel foglalkozom, és több autista kisgyerek is van köztük. Kívülről látszólag ők be vannak zárva egy saját világba, de amikor megnyilvánulnak, nekik ugye az identitástudat és a szociális kapcsolódás nagyon nehéz, ettől ők is szenvednek, és a környezet környezetük is szenved, és az előbb mondtad, hogy a lelkünk húrjain játszik a, a környezetünk. Hát nagyon magamra veszem, és mivel ők nagyon szenzibilisek, akkor még meg is haragszanak rám, hogy egy picit hátrább lépek a szeretetbe, a figyelembe, mert azt érzem, hogy nagyon bekebeleznek. Hogy tudom kezelni? Az autizmus a lélek húrjain, a lélek szerkezetén változtat. Egyes húrok karvastagságúak lesznek, és egyes húrok milliméternél vékonyabbak lesznek. És ezek szorosan egymás mellett vannak a szuperérzékeny és a teljesen érzéketlen, úgy, ahogy van. Neked is, és minden más terapeuta, konduktor vagy gondozó helye, helyzetben lévő embernek alaptanítás az, hogy ne azonosulj azzal, amit a környezetedtől kapsz, Különben összeroppansz. Rehabtól, pszichiátriáig, gyermekgondozótól így, egészen öreg otthonig, az az érzelmi terhelés, amely az együttérző, odaforduló, segítő emberen van, óriási. Ha nem érzed, ami a gyerekekből jön, hiba, ha azonosulsz vele, az is hiba. Érezd meg, tükrözd vissza, kezeld helyesen, de ne azonosulj vele különben az ő teremtésükké válsz. Az ő tudatuk, lelkiállapotuk következményévé válsz. És egy olyan paradox helyzet áll elő, ahol te az általad segített gyerekek alárendeltje leszel. Ezt nem engedheted meg magadnak. És ez messze nem kivagyiság, hanem a megfelelő helyzet megtartásának a kötelessége. Te neked, mint gondozónak, segítőnek, terapeutának mindig is a szó helyes értelmében uralmi helyzetben kell, hogy maradjál, mert ha nem, nem tudod őket segíteni. És az ő karmájuk kezd el uralni téged. Ezért kell egyszerre erősnek és érzékenynek lenned. Ez lehetséges. De ne azonosulj azzal, amit felét sugároznak, kommunikálnak, vedd észre, lásd, és cselekedj viszonyul helyesen. Vagy nekem abban tanácsot, hogy a feleségem elfogadóbb legyen a bennem vált az utóbbi tíz évben történő változásokkal. És egyszer nem érti meg, hogy én miért ülök le esténként vele, és átjöttem azt egy-másfél órát. Hát azt meg, azt meg, aztán végképp nem érti, hogy én miért jövök ide el. Nem tud mindenki mindent megérteni. Ezt fogjuk föl. De olyan lehet, hogy egy jobb férjet kap vissza, miután innen te hazamész, ajánlom is meg különben, olyan rossz bizonyítványt állítasz ki a templomra, <laughs> hogy bolzasztó, vagy otthon gyakorolsz, és tele szeretettel és együttérzéssel kezd fel a párnáról, megölelgeted, megpuszilgatod, főzöl neki vacsorát, kiviszed sétálni a legszebb helyre, ahova szeret menni, tehát ekkor nem fog sokat tiltakozni a gyakorlat ellen. Nem kell érteni, lássuk az eredményt. Jó? Hiába mondok példákat, vagy próbálok adni, eh, olvasni valót neki. Te ne példálózzá. Ez már rossz. Hát akkor miért van tíz éve probléma? Mert állandóan példálózol, olvastatod, művelteted, meg minden. Nem. Szeressed, segítsed, és fogadd el úgy, ahogy van. És ez az elfogadó légkör, ez csodákra képes. Ha ezt meg tudod tenni, akkor előbb-utóbb ő is nem macerál, nem kérdezget, nem aggódik, nem fél, nem szeret, segít és elfogad téged úgy, ahogy vagy. Kész. Igen, csak minden alkalommal, mire ideál jövök. Na, ezért nem működik, hidd el, most már harmadszor a... nagyon-nagyon udvarias, haakszavú és kőmakacs ember vagy, és pont is ez az, amit az asszony üt. Na, ennyi volt. Következő kérdés, tessék. Szétnézve a világban vannak különböző kultúrák, filozófiák, vallások, Amiknek mindig van egy célja, van egy út, amit el le, amin el lehet érni a célt, és van egy hagyománya az adott kultúrának, ami segít az úton. A kérdésem az lenne, hogy ezt a célt, ezt önerőből el lehet elérni, érni, mert hogy még nem igazán találtam olyan hagyományt, ami úgy számomra szimpatikus lenne. Önerőből pusztán egyedül senki nem ért el a célt? Mindenkinek nagynak és kicsinek, világmegváltónak és első áldozó gyakorlónak egyaránt volt tanítója, kapott tanítást, és volt egy tanítványi közösség, ahogy gyakorolt. Nincs kivétel. Látsz olyat, hogy nem volt ilyen, de az eredménye is olyan lett. Hogy önjelölt tanító, nincs világos hagyomány, ő maga tákolta össze, olyan is lett az eredmény. Ha nem találtál még szimpatikus hagyományt, akkor még nem szenvedtél eleget, és nem ismered eléggé önmagad. Egyéb kérdés? Én néhány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, az a címe, hogy a Fáraó Lánya. És ebben a Fáraó Lánya gyerekként beköltözik egy kolostorba, ahol elkezdik őt tanítani, és van egy olyan gyakorlat, hogy álmában kap a tanítójától feladatot, amit aztán el kell végeznie. És ő, ő ezt először nem érti, aztán félig megérti, félig, nem aztán teljesen megérti, tehát végig megy egy, egy ilyen folyamaton. Ö, nekem nem az álommal kapcsolatban lenne kérdésem, hanem hanem éprelétel kapcsolatban. Tehát, hogy van-e olyan gyakorlat mondjuk az ember, hogy az öt érzékszerven túli kapcsolat tanító és tanítvány között. Ö, mert ezt azért kérdezem, mert nekem voltak olyan tapasztalataim, főleg ilyen hajnali órákban sokszor. Amikor fölébredek egy, egy arra, hogy ott van egy energiaminőség nagyon valóságosan, és érzem, reagál a gondolataimra, tehát azt is érzem, viszont nem értem. És idáig három-négy embernek próbáltam feltenni ezt a kérdést, például egy előző spirituális iskolában is, de, de nem kaptam rá értemi választ. Most tudom, hogy itt nem fogok arra választ kapni, hogy én éppen mit éreztem, és hogy az mi volt, de hogy létezik-e ilyen kapcsolat, Gyere be egy és meglátod. Van az zennek egy olyan gyönyörűséges négy alapelve, amelyből legalább kettő, és persze a másik kettő is ide vonatkozik. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás. És a negyedik a tudattól tudatig való közvetlen átadás. Tehát, ha lebontod a falat, mi magad vagy, végtelennél válsz térben és időben. Ez Pajcsang Zenmester tanítása, benne van a templomi szabályokban, és amikor a meditációban sikerül az elmeműködésedet felfüggeszteni, visszatérsz a gondolkodás elé, a szentséges niróda állapotában, hogyha valaki jogázik, akkor a gyána az nem egy egyedüli elmélyedés. A meditáció az interaktív a Kuan interjún ezt az interakciót gyakoroljuk. És az, hogy te milyen tiszta tudattal lépsz be az interjú szobába, mennyire félelem és remény, mindenféle duális pup vagy gödör nélkül, pontosan ez fogja eredményezni azt, hogy mennyire válsz egyé a tanító tudatával. Nem az elméjével, semmiféle érzékszerű vonatkozás ebben nincs, de aki nagyon-nagyon rossz helyen keresi, mert vagy a saját gondolataiban, vagy az én gondolataimban keresi a választ, azt mondom mindig, hogy dolgozza térrel, mert a válasz a térben van. Ne szabdalt föl, ne építs falat, ne hozz létre az ént. Akkor ez a tudattól tudatig való közös áthatás, vagy közös tér, ez megvalósul. És ebből lehet igazából építkezni. Ha nem építesz föl karmikus akadályt, akkor te és a világegyetem év váltok ez az interaktív meditáció alatt, amely az interjú szobában a koanpraxis, nagyon jó kijön. Ezzel kapcsolatban nekem az a kérdés ütött eszembe, hogy, hogy mi lehet annak az oka, vagy, vagy az, az, honnan jöhet, hogyha valakivel ez spontán megtörténik, de aztán elszáll. Nagyon sokunkkal megtörténik spontán. Hát nézd meg, hogy amikor egy katartikus műélmény van, vagy egy óriási sport beteljesül, és beérsz a célba, nagyon sok helyen van az, hogy egy év válsz azzal a pillanattal, és te úgy eltűnsz, mint csepp az óceánban. Hát ha voltál mondjuk egy gyönyörű, komoly zenei koncerten, elindul ugye a zene azzal, hogy a karmester ugye föllép a pódiumra, és akkor köszöntés, egy kis összpontosítás is. És az első avizóval elindul a zene és van négy tétel, vagy három tétel, amit éppen játszanak. Az utolsó tétel végén, akár van egy gyönyörű fortissimo, vagy egyéb lezárás, az utolsó avizóval megáll a zene, és van egyetlen végtelennek tűnő pillanat, amikor már nincs zene, de még nincs taps. Na, abban a pillanatban el lehet tűnni. Ott ki lehet teljesedni. Az az egyévállás gyönyörűséges, megmagyarázhatatlan pillanata, ahol a semmi és a minden találkozik. Hát van ilyen, de utána elkezdenek csörögni a telefonok, mindenki föláll, megy hozzá, elkezd beszélgetni, és akkor ez elmúlik. Na most, ami itt zajlik, és hasonló spirituális gyakorlatot folytató helyeken, hogy ez a pillanat, ez tartósodjék, és ne váljon az élet akadályává. Tehát lehet ezt úgy gyakorolni, hogy kiégetsz mindent és mindenki, csak azért, hogy a nirvanisztikus feeling meg legyen, és egy idő után ez nagyon magányos lesz. Van olyan, aki ugye belevész és elfelejti ezt, valahol az emlékeinek a kötképe mutatja, hogy hát volt valami más is, mint ami most van, de hát az már elmúlt. És a szokások lefették újra, mint a guánó keményen vastagon. Ezért minden napi meditációnkban tisztítsuk le ezt a tudatot, és akkor hétköznapi vá válik ez az egész, de a mélységéből és a minőségéből nem veszít. Teljesen természetes, hogy ezek a spontán jött, egyszeri katartikus pillanatok újra eltűnnek. Hiszen nem dolgoztál meg azért, hogy a szokásaid, a karmád ne fedjék le újra. Azok megjönnek. Kérés nélkül. Ezért kell minden nap egy kis tiszta tudatot belecseppenteni a karma végtelennek tűnő folyamába. És akkor úgy előbb-utóbb rendben vagyunk. Van az életben olyan, amikor jeleket kapunk arra, hogy nem jó irányba megyünk, és egyre több jel jön, hogy ne arra az útra. És van a másik, ami nagyon hasonló, csak akadályok vannak, és azok meg pont figyelmeztetnek, hogy ne arra az útra. És velem ilyen nagyon sokszor, és, és honnan lehet megkülönböztetni a kettőt? Mi van az akadályon túl? Nagyon fontos, ha a jelzést nem veszed figyelembe, mész tovább arra, amire szeretnél, mi van a túloldalon, a kereszteződés túloldalán, a tábla túloldalán. Ezt megnézed, és akkor tényleg kiderül, hogy ez egy figyelmeztető jelzés volt, vagy egy akadály. Leküzdöd az akadályt. Mi van az akadály túloldalán? Egy. Mivé változol te? Kettő. Ha a kettőt összerakod, sziklaszilárdan kiderül, hogy leküzdendő akadályról van szó, magyarul erősnek kell lenned, vagy pedig jelzésről van szó, és szuperérzékenyen a legapróbb kis pillangószány rezdülést figyelembe kell venni, hogy Úristen, nehogy rossz útra térjél. Nagyon jó a kérdés. Tehát leküzdendő akadály, vagy figyelembe vendő jelzés. Meg kell nézni, mi van a túloldalán. Ha leküzdöm, per nem veszem figyelembe a nehézséget, hanem túlmegyek rajta, mi lesz az eredmény, hova jutok? és mivé válok ezáltal. És a karmám ebben nem szól bele, hogy ezt hogyan látom az eredményt? Csak a karmát szól bele, semmi más. Há. Szóval, Há, mi egy egyéb szóljon látom abban a pillanatban, hogy mi lesz a jel túloldalán, vagy az akadály túloldalán. Ezért kell épp ott akkor nagyon tisztán látni, és nem engedni, hogy a szokásos szűrők, remények, félelmek, egyebek adják az egyébként teljesen torz eredményt. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy most elkezdtük gyakorolni és érzékelni a tantiemet. Van-e valamilyen megadott idő, amikor már kérdése, hogy mi ez, el lehet kezdeni meditálni? Hogy ez Van. A, milyen folyamat? Most. Tehát már kezdhetjük a Már karát. kezdheted a mi ez kérdéssel való meditációt. A belégzésre fölteheted a kérdés, hogy mi ez. Szigorúan itt a tantiemben, hogy itt a felsőbb csakrákban ne okozzon forgalmi dugót. Fog, de elmúlik. Szépen ide leviszed megint. Egy idő után a kérdés szóbelisége eltűnik, de a kérdés maga megmarad. Tehát nem kell mindig mondani a párodnak, hogy egyenesen mennyi, egyenesen, egyenesen. Ez egy... elég csak mutatni, aztán pedig gondolni, és kész. Hogyha minden nap gyakorlatilag fél éve, egy év körülbelül. És nem kell más szóban föltenni a kérdést, onnan tudod, hogy az elme nem mászkál el sehova, nem termel gondolatot, érzelmet, múltat, jelent, jövőt, nem mozizik, egyebek, hanem a kérdés szóbeliségen nélkül egy befelé fordított energiával lát. Kívül is, belül is. Ez az úgynevezett alanyi vagy az önvalóra irányuló kérdés, mert nem macerálod a karmádat, megjelenik, kicsit marad, látod, ameddig kell, és engeded eltűnni, de nem nyúlsz hozzá. Tehát ez az úgynevezett alanyi kérdés. Van viszont tárgyas kérdés, amikor az a rusnya nagy dinoszaurusz az Istennek nem akar eltűnni a Jurassic Parkban ismét, hanem ott van, és épp megzabálni készül, de napokon keresztül. Akármi van, befele nézel, ugyanaz a karma, és már eleged van. Már megszűntél félni, remélni, semmiféle duális viszony úgy tűnik, hogy nem fűsz hozzá, de még mindig ott van. És ekkor viszont a kérdést rá kell irányítani, hogy mi ez, honnan jön, és akkor elkezdődik egy olyasféle spontán rendeződés, amit úgy hívunk, hogy a látás általi megszabadulás. Egyszerűen megmutatja a karm, hogy miből táplálkozik és mit táplál. Kirajzolja a környezetét. Megszűnik nagyon speciálisan jónak vagy rossznak lenni. És akkor, mint a mesebeli puzzle darabok, elkezd a helyre kerülni minden, mert rámertél kérdezni, Magyarul egy látótávolságon belül maradt, nem folytottad el, nem élted ki, és belül mersz látni. Nem ütöttél, és nem futottál. És ekkora kérdés megfelelő távolságban tartja, nem azonosulsz, és nem is tolod el a láthatatlanba. És egész addig kérdezed, amíg ott van. És egy idő után úgy eltűnik, mert visszaintegrálódik, semmi más nem akarunk, mint egésznek lenni, egészségesnek lenni ismét. És pont az a karma jön föl, amelyek ennek az akadálya. És nem átlagos, eseménytelen emberek leszünk, hogyha egészben vagyunk, hanem egészségesek leszünk, és vége normálisak. Irányíts rá. Ez a tárgyas kérdés, hogy mi ez? Honnan jön? És ha ez szokássá válik, és a tantien erős marad, nem jönnek ide föl a fókuszok egyszerre tudunk a homlok, torok és szívcsakrában óriási rendetlenséget csinálni. Erre nincs szükség. A negyedik, tehát a tárgyas és nonverbális kérdés. Megjelenik a karma, kérdezni se kell, elkezdi szépen mutatni a forrását és a célját, miből táplálkozik, mit táplál, honnan jön, hová megy. És ez olyan gyors lehet, hogy azon nyomban megy a helyére, vissza a tudattalamba, ahonnan jött. Duálisan, traumatikusan, szélsőségesen jön, letisztulva, meglátva, középrehozva távozik. Ez a folyamat. Tehát alanyi szóbeli, alanyi nem verbális, tárgyas szóbeli, tárgyas nonverbális. Ez a négyféle kérdés. És mindig az alanyival és a verbálissal indítunk, hogy a tükör tisztuljon le, a tükör erősödjön meg, a tantien fókusz alakuljon ki, és utána jön a másik három. Jó? Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy anyaként hogyan tudnám véleményed szerint segíteni a gyermekeimet az útjukon azon túl, hogy hát igyekszem jól szeretni őket és elfogadni. Válaszolja kérdéseikre. És hogyha úgy érzed, hogy nem tudod megfelelően a választ, akkor menj el ahhoz, aki tudhatja. Utána minden egyéb ezt fogja követni. És a gyerek azért bízik meg benned, mert hát nem nyomod el az érdeklődését, nem fordítod más irányba, nem mondod azt, hogy kisfiam, ez nem fontos. Jó? És akkor nagyon jól tudod egyengedni az útjukat. Az otthoni gyakorlás, a szangában való gyakorlás és az itteni gyakorlás között óriási különbséget tapasztalok. Otthon sokkal egyszerűbb, kevesebb fájdalommal élem meg, a szangában talán egy picikét több, most pedig azt kell tapasztalnom, hogy minden fáj. Kiáltás egy völgybe. Kis kiáltás, kis vízhang. Nagy kiáltás, nagy vízhang. Ami történik velünk a gyakorlat során, ha nem szándékosan önpusztító módon gyakorlunk, azt ki is fogjuk bírni. Ez egy elképesztő erős tisztító mező, ami itt van, ezt szerintem mindenki tapasztalta mára, és örülök, hogy ebben részt vesztek. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, és kibírjuk a kis tisztulást, kis fájdalmat, nagy tisztulást, nagy fájdalmat, mert utána ezek a fájdalmak el tudnak tűnni, és hogyha a megjelent karmákkal nem azonosulsz újra, akkor nem is fognak újra megjelenni. Én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk együtt az utat, és teljesítsük emberi mi voltunk legnagyobb lehetőségét és kötelességét egyszerre. Tapasztaljuk meg a teremtetlent. Érjük el a felébredést és látva lássunk, hogy tisztán élhessünk, és félelem nélkül hallhassunk meg. Köszönöm a figyelmet!